Szeretnénk Láng Zsolt kollégámmal, kedves barátommal jó hírrel szolgálni azoknak, akik önkormányzati vagy állami fenntartású, de nem társasháznak minősített lakásokban laknak. Ugye a kormány úgy döntött, hogy a rezsicsökkentés ezekben a lakásokban is jár. Zsolt, parancsolj, ismertesd a kormány döntését. Én is napot kívánok mindenkinek. Egy picit, ha megengedik, távolról kezdeném. Ugye a magyar kormány egy miniszteri biztost bízott meg azzal, hogy a 10 000 lélekszámnál nagyobb települések önkormányzati vezetőivel üljön le, ez Balla György úr, és nézzük azt végig, hogy 22-23-ban hogyan tudunk összefogni ebben a szankciókok oszta energiaválságos helyzetben Magyarországon, és hogy tudunk a magyar családoknak segíteni. Ezt a feladatot Budapesten, ezt az egyeztetést én kaptam, Gyuri a Budapesten kívüli önkormányzatokkal, én pedig a budapesti önkormányzatokkal, így főpolgármester úrral is találkoztam, és végigbeszéltük a helyzetet. Mit tudunk segíteni, miben tudunk együttműködni. Meggyőződésem és a magyar kormánynak is, hogy ebben a helyzetben párbeszéd kell, együttműködés kell, és nem a feszültség és a balhé és a különböző pártpolitikai öncéloknak a folyamatos ismételgetése. Nekünk ebben a helyzetben magyaroknak össze kell fognunk. A beszélgetések során több helyen felmerült, hogy 4 olyan önkormányzat is van konkrétan Budapesten, a 8., 9., 13. és 11. kerület, ahol vannak olyan állami és önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, ahol nincsenek külön mérőórák, ez alapján, de bérlők vannak, akik ott élnek, családok, akik ott élnek. Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben nincsen lakossági fogyasztás, hiszen a kazánt, amely általában a főtávról kapja a gázt, azt egy kazán nagyon sok lakást lát el, és nincsenek külön mérőórák, így ez nem minősül lakossági fogyasztásnak. Ennek, mint mondtam, több száz, azóta kiderült, hogy több ezer család is a hátrányát láthatja, ezért a magyar kormány ismét egy nagyon gyors döntést hozott, és a rezsivédelmet kiterjesztette ezekre a családokra is. A magyar kormánynak egyértelmű a célja, hogy minden magyar családot a lehetőségekhez és az erőhöz mérten megvédeni az elszabadult inflációs rezsiáraktól. Ennek az a következménye, hogy ma este, ha jól tudom, akkor kihirdeti a magyar kormány azt a rendeletet, amely arról szól, hogy azok a állami és önkormányzati házak, amelyekben több család is él, de nincsenek külön leválasztott mérőórák, azok ugyanúgy a lakossági rezsicsökkentés által érintett energiaárak alapján tudnak tovább működni, tehát ezek a családok ugyanazt a védelmet megkapják, amelyet minden magyar család megkap a magyar állam által. És hogy ez mit jelent, a mi számításunk szerint és a fővárosi polgármesterek számai alapján ez közel 1400 háztartást jelent, 1400 családnak segít ezzel az intézkedéssel a magyar kormány, és mivel a jogalkotónak az eredeti szándéka is az volt, hogy ezeket a családokat is megvédjen, minden magyar családot megvédjen az elszabadult szankciós rezsiáraktól, ezért visszamenőleges hatállyal augusztus 1-től vezeti be ezt a szabályozást. Magyarul, amikor leigazolják ezek a házak a működési elvüket, és leigazolják azt, hogy hányan és hány fogyasztó van ezekben a lakásokban, akkor az elszámolást augusztus 1-től meg tudják csinálni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy komoly segítség 1400 magyar háztartás, magyar család számára, és még egyszer azt szeretném kihangsúlyozni, hogy semmi más célunk nincs ebben a helyzetben, mint hogy segítsünk a Magyarországon élő embereknek, a magyar családoknak, és erről nap mint nap ezért dolgozunk, ezért egyeztessünk, és ilyen gyors és hatékony intézkedéseket tudjunk hozni, mint amit most meghoztunk. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy itt is köszönetet mondjak Láng Zsolt barátomnak, hogy ezeket az egyeztetéseket, tárgyalásokat lefolytatta az illetékes önkormányzati vezetőkkel.
Talán egy kivételre fölhívnám a figyelmet, mert Baranyi Krisztina, 9. kerületi polgármesterasszony rögtön a miniszterelnök úrhoz fordult, illetve a sajtóban kezdett el vagdalkozni ebben az esetben, és ezért én meghívtam magamhoz, hogy akkor tárgyaljuk le ezt a helyzetet. Mire ő megérkezett, addigra teljesen képbe hozott engem Zsolt, nem csak az ő kerületével, hanem a másik három kerülettel kapcsolatban, és nem tartott sokáig ez a tárgyalás, mert azt tapasztaltam, hogy polgármester azt, hogy nem a megoldást keresi, hanem a balhét. Tehát minél nagyobb habverés legyen, minél nagyobb kiabálás legyen. Egyébként ezt ma folytatta, megjelent vele egy interjú, ahol továbbra is azt mondja, hogy ez megoldatlan ez a helyzet, holott pontosan két héttel ezelőtt találkoztam vele, és akkor ott jeleztem neki, hogy megoldást keresünk, csak föl szeretnénk az összes problémát fejteni. Tehát nem csak a négy budapesti kerületet érinti, hanem többek közt állami tulajdonú ingatlanokat, így a Magyar Honvédség kezelésében levő állami tulajdonú ingatlanokat, olyan ingatlanokat, amelyek nem minősülnek társasháznak, de mégis ott katonák laknak, vagy már nyugdíjas katonák, vagy még egyébként szolgálatot teljesítő családok. Egyébként ilyen ingatlanok Budapesten kívül katonai ingatlanok Nagytarcsán, Debrecenben és Nagyoroszlyban is találhatók, és az összességében 532 családot, 532 katona családot érint. Tehát a Zsolt által ismertetett és az operatív törzsön többször járt és áttárgyalt megoldási lehetőség, amit aztán a miniszterelnök úr aláírt, és ma este megtörténik ennek a kihirdetése, az 532 katonacsaládot is érint. Ez így összességében a budapesti lakásokkal közel 2000 családról döntöttünk, és döntött úgy a kormány, hogy nekik is jár a rezsicsökkentés. Ugye a rezsicsökkentésnek a fenntartását azért kellett elhatároznunk, hogy átlagfogyasztásig tudjuk biztosítani minden magyar család számára, mert gyakorlatilag azok a brutális és teljesen ostoba, értelmetlen brüsszeli szankciók, amelyekkel Oroszországot szerették volna megbüntetni, térdekényszeríteni, hogy ők fogalmaztak, az egyetlen egy dolgot értek el egészen biztosan Brüsszelből, azt, hogy egy hihetetlen nagy energiaválság keletkezett egész Európában. Gyakorlatilag a 70-es és a 80-as évek nagy olajválsága, energiaválsága sem volt ennyire mély és ennyire brutális, mint amit a brüsszeli szankciók okoztak. A magyar kormány úgy döntött, hogy fenntartja a rezsicsökkentést, egész Európában egyedülálló módon, és ezzel továbbra is minden magyar család, és most már ez a 2000 magyar család is, havonta 181 ezer forintot spórolhat meg, havi 181 ezer forintot. Gondoljanak bele, hány család lenne képes ma egy 181 ezer forintos havi számlával, havi költséggel magasabb sárga csekket kitölteni. Ezen a kedvezményen, a rezsicsökkentésen túl, az általános rezsicsökkentésen túl, még azért hagyj tájékoztassam önöket, hogy a túlfogyasztás is kedvezményes áron történik, az úgynevezett kedvezményes háztartási piaci áron, aminél a valós piaci ár jóval nagyobb. Ha a gáznál nézzük, akkor a 102 forint a rezsicsökkentett ár köbméterenként, ugye az 144 köbméterig szól havonta, 144 köbméter fölött pedig 747 forintos köbméterenkénti árat kell fizetni, de egyébként a valós piaci ára például a gáznak az 1020 forint. És a kormány és az operatív törzs javaslatait figyelembe véve, a kormány még az általánostól eltérő speciális élethelyzetekre is figyelemmel volt, és mindegyikkel kapcsolatban meghoztuk a megfelelő döntéseket. Így szeretném fölhívni a figyelmet a nagycsaládosok kedvezményére. Október 31-ig 60 ezer nagycsalád vette igénybe ezt a kedvezményt. Szeretném fölhívni a figyelmet, nem véletlenül igazodtunk most a társasházakhoz ebben az ügyben, de az eredeti társasház kedvezmény, ahol ugye egy gázmotoros kazánnal fűtenek 60, 70, 50, 120 lakást, ugye ott is meghoztuk, hogy minden, hogyha a társasháznak a képviselője úgy nyilatkozik, hogy itt mindenütt
lakáscélra használják ezeket az albetéteket, akkor annyiszor jár az éves kedvezmény, tehát minden család számára biztosítottuk, és ugyanígy jártunk el akkor, amikor a családi házakban, a több generációs családi házaknál figyelembe veszük a 2-3-4 generáció együttélését. Ez így összességében újabb 65 ezer családot érintett, és még egyre hadd hívjam fel a figyelmet, hogy az elektromos gyógyászati segédeszközökkel élők is külön villamos energia kedvezményben részesültek. Körülbelül 10 000 ilyen ember kapott ilyen kedvezményt. Tehát szeretném mindenkinek elmondani, hogy a magyar kormány döntése értelmében minden magyar családnak, minden magyar háztartásnak jár az egyetemes szolgáltatás, és minden magyar család így havonta 181 ezer forinttal kevesebbet fizet a gáz és a villany számláért.